Köszöntöm az Infotelevízió nézőit, vendégünk Vég László, Fidesz sümegi polgármester jelöltje. Általában a jelölteknek felszoktam tenni ezt a kérdést, hogy ha megnyeri a választásokat, akkor milyen egzisztenciát kell feladnia, hiszen ön 4 évig nem vett részt most az önkormányzati munkába. Nem lesz a nehéz otthagyni a munkáját, ez könnyen megteszi, és akkor tud beállni úgy ismételten az önkormányzati teendők mögé. Én is köszöntöm a tévénézőket. Hát tulajdonképpen természetesen nehéz lesz, vagy lesznek benne nehézségek, de hát elsődleges itt nyilván az, hogy valóban, ha a sümegi szavazók úgy döntenek, hogy polgármestere leszek ennek a városnak, hogy ezt a feladatot láthassam, mert én az elmúlt 4 évben tulajdonképpen 2 helyen dolgoztam, amióta nem alpolgármestere voltam sümegnek. Visszatértem a régi munkahelyemre, ahol még 2008-ig dolgoztam, a Rockwoolhoz. Ott dolgoztam egy ideig, jelenleg pedig egy nagy EU-s projektmenedzsere vagyok, Tapolcán dolgozom. Ez a projekt, ez azt jelenti egyébként, tehát ennek az időtartama, egy határozott időtartam, ez eleve csak a jövő év közepéig szól. De természetesen a folyamatban lévő ügyeket adott esetben átadni, illetve úgy otthagyni ezt a projektet, ahogy szeretném, ez nyilván egy néhány hetet, hónapot innentől kezdve igénybe vesz, hogy valóban úgy alakítsam a dolgokat, hogy az utódomnak adott esetben könnyű dolga legyen, nem olyan nehéz, mint nekem, mert azt is el kell mondanom, hogy amikor átvettem ezt a munkát, bizony elég rossz állapotban volt ez az egészségfejlesztési projekt a Pucán, és nagyon sokat kellett dolgoznom a kollégáimmal, hogy valóban rendben menjenek a kifizetések, hogy ez a projekt talpra álljon, és most már látszik, hogy valóban el fogunk jutni a végére. Egyébként itt még szeretném azt is elmondani, hogy ez tulajdonképpen egy nagyon jó lehetőség volt nekem. Előtte is foglalkoztam pályázatokkal, hiszen amíg alpolgármester voltam, addig is foglalkoztam pályázatokkal. Egyrészt a pályázat menedzseléssel, kisebb részben pályázatírásokban is kézreműködtem. De most ebben az utolsó időszakban pedig tényleg benne élek ebben a munkában. Tulajdonképpen olyan emberekkel dolgozom együtt, akik nagyon gyakorlott pályázatírók, másrészt pedig menedzseltek már sok pályázatot, sokkal nagyobb projekteket is, és ez úgy érzem egyébként, hogy nagyon fontos lehet az eljövendő polgármesteri munkámhoz is, hiszen nagyon nagy szerepe volt is, és talán még nagyobb szerepe lesz a pályázati munkának a települések, a városok életében ebben az előttünk álló 7 éves időszakban. Gondolom, hogy amikor megkapta a felkérést, vagy ön is elgondolkozott azon, hogy indul a választásokon, akkor egy programot is megfogalmazott magába. Nagyon sokszor lehet öntől hallani, hogy a belváros rehabilitáció megszakítását emlegeti, ugye, hogy önök elkezdték, viszont nem lett befejezve ebbe a 4 évbe. Viszont egy belváros rehabilitáció azért tudhatjuk, hogy kormányfüggő is, hogy mire ad támogatást, mire vannak pályázatok. A belváros rehabilitáció valóban nagyon fontos, és erre vannak lehetőségek. Tehát többször beszéltünk már itt ennél az asztalnál az elmúlt néhány hónapban, ugye a megyénél is zajló munkáról, tehát ezek a úgynevezett topos programoknak az előkészítése, a projektötletek, illetve már a kidolgozott projektek szintjén már zajlik. Egyébként itt is azért van néhány olyan dolog, ami azt hiszem, hogy egy kissé elmaradt a várakozásoktól itt a sümeg tekintetében, tehát azt hiszem, hogy sokkal jobban kidolgozott programokat kellett volna letennie a sümeg városának az asztalra, mert hát itt áll ugrásra készen mindenki. Mindenki várja ezt a 2014 őszt, szeptember-októbert, amikor a pályázatok már ki lesznek írva, és elkezdődhet a valódi munka. Na most az elképzeléseim között mindenképpen nagy hangsúlyra szerepel, hogy a gyökereknél kezdjük,
az önkormányzatnál egy olyan szervezet, nem is azt mondom, hogy osztály, mert lehet, hogy erre kéne akár egy külön céget létrehozni, ahol csak pályázatírással és pályázatmenedzseléssel foglalkoznak. Most is nagyon kiváló kolléga dolgozik, de mondhatom, hogy egyedül az önkormányzatnál, aki pályázatokat ír, de nyilván ilyen mennyiségű pályázat megírása lehetetlen egy embernek. Itt egy egész szervezet kell, ahol legalább 3-4 ember foglalkozik a pályázatok figyelésével, a projektötletek kidolgozásával és a pályázat írással, és a pályázatmenedzselést is nagyjából meg lehetne oldani ebben a körben. Ilyen hasonló szervezetek, cégek, non-profit KFT-k egyébként nagyon sok helyen működnek az országban önkormányzatoknál. Én ezeket az utóbbi időben tanulmányoztam is, és úgy látom, hogy Sümegnek égetően nagy szüksége lenne erre, hiszen Sümeg pontosan a korlátlan lehetőségek hazája, mondhatjuk így. Tehát ez egyáltalán nem túlzó megfogalmazás. Sümeg környezetében, 30 kilométeres környezetében itt van a Balaton, Hévíz, Keszthely, ezt a kört ki kéne használni, egyébként Fittyet hányva a megyehatárokra, és erre vannak lehetőségek. Tehát Sümeg ennek a területnek a közepén van, és fantasztikus lehetőségei vannak, amik valóban nem lettek eddig kihasználva. A belváros tekintetében mindenképpen folytatni kell a rehabilitációt, és én azt is többször elmondtam, hogy ez az úgynevezett turisztikai tengelyre vonatkozna. Az én megítélésem szerint a fő utcának a rehabilitációja, tehát kifelé, a volt ruhagyár felé nem annyira elsődleges, mint ennek a turisztikai tengelynek a rendbetétele. Már csak azért is, mert a másik nagyon fontos dolog a rendezvény turizmusnak a felpörgetése a városban, mert ez hozhat már néhány éven belül egy akkora bevétel növekedést, ami aztán a vállalkozóknál is lecsapódna, nyilván a belvárosi vállalkozóknál, mert a belvárosunkkal most sem az a baj, hogy nem szép a macskakő, meg nincs jó hangulata, hanem nyilván a homlokzatokat kéne elsősorban rendbe tenni, és élettel kéne megtölteni. Ezt is nagyon sokszor elmondtam a belváros. Tehát az én célom elsősorban az, hogy a Ferences templom és a plébánia templom közötti szakaszt, ezt az úgynevezett turisztikai tengelyt, ezt valóban, tehát a burkolat tekintetében is rendbe kell tenni. Erre lesznek pályázatok, illetve vannak is, és úgy érzem egyébként, tehát, hogy erről is beszéljünk, azért nyilván mindenki tudja, érzi, hogy nagyon sokat jelentenek bizonyos lobby tevékenységek, bizonyos emberi kapcsolatok, amik hál' Isten nekem így az elmúlt 16 évnyi politizálás után úgy érzem megvannak. Ezeket az elképzeléseket akkor kormány közeli emberekkel már meg is beszélte? Igen, beszéltem erről már, igen. Így és van. Támogatják az ötletét? Teljes mértékben támogatják, igen. Itt mondta, hogy ezt a területet jó sokkal jobban ki lehetne használni, és első meg a végtelen lehetőségek területe. Itt csak a turizmusra gondol, vagy esetleg más ipari ágakra? Nem, nyilván másra is. Én nagyon jól tudom, hogy Sümegen nem csak a turizmus létezik, és azt is nagyon jól tudom, hogy Sümegen a lakosság, tehát a lakosságnak az a része, amelyik most sajnos munkanélkül van, vagy olyan munkája van, hogy kénytelen nagyon messze eljárni a városból, esetenként minimál bérért is, az ő szempontjukból a legfontosabb probléma a munkahelyteremtés. És azt kell mondanom, hogy ezen a téren sem volt kihasználva eddig minden lehetőség. Én most nem is akarok beszélni arról, amiről már néhányszor itt beszéltünk, hogy gyakorlatilag az ipari területünkön ugye nincs szabad hely, és eddig, amikor történtek, tehát ezek a terület osztások, vagy hát amikor területet vett egy vállalkozó, hát azok sem úgy lettek lebonyolítva és kialakítva, hogy valóban hatékonyan kihasználjuk a területet, hiszen például most mondok egy példát, a Felder, amelyik az első fecske volt az ipari területen még nagyon régen, hát 5 hektáron van. Gyakorlatilag egy bemutatóterem és 5 hektárt elfoglal az ipari területből, és még sorolhatnám egyébként.
De ezzel most így nincs mit kezdeni. Tehát az első lépés az nyilván az, hogy egyrészt területeket kell venni, másrészt pedig vállalkozásokat is kell idehozni, harmadrészt pedig a meglévő vállalkozásokon lehet segíteni, és itt arra utalnék, hogy a munkaügyi központon keresztül egy sor olyan lehetőség volt eddig is egyébként, és van most is, amit nem használtunk ki. Tehát olyan pályázatok, hogy akár vagy tehát pályakezdő fiatalokat, pályakezdő munkanélkülieket úgy foglalkoztathatnának a sümegi vállalkozások, hogy gyakorlatilag nem kerülne nekik semmibe, tehát nem csak hogy a közteher, hanem még a fizetésük sem. Ez De egyébként bocsánat, de ez nem önkormányzati feladat. ez nem önkormányzati feladat, de én úgy érzem, hogy a munkaügyi központtal sokkal jobban együtt kéne működni, és mint egy instrukciókat adni a munkaügyi központnak. Más településeken azért ez így működik, és azt is jól tudom, hogy a polgármesterrel, a jelenlegi polgármesterrel, meg úgy általában véve települések polgármesterével azért felveszik mindig a kapcsolatot azok a szakemberek, akik megyei szinten irányítanak ilyen dolgokat. És hát ha nincs fogadókészség az ő részükről, és ők nem veszik fel a kapcsolatot az éppen ott működő munkaügyi központtal, akkor ezek a dolgok elakadnak. Tehát a mostani képviselőjelöltjeink között egyébként van egy olyan személy, aki már évek óta ezzel foglalkozik. Ő erről a jövőben gondolom fog is beszélni itt a kamerák előtt, hogy valóban milyen lehetőségeket szalasztottak el itt sümegen. Na most ez nyilván nagyon fontos egyrészt abban a szegmensben, hogy a pályakezdő fiatalok, ami nyilván egyrészt csökkenteni a munkanélküliséget már kapásból néhány százalékkal, másrészt pedig egy megtartó ereje lenne, mert azért egy fiatal, én szerintem nem azért megy el a városból, mert mondjuk nincs szabad wifi a főutcán, hanem valószínűleg azért, mert nem talál munkahelyet. Tehát én úgy gondolom, hogy ebből a szempontból ez egy nagyon fontos dolog lenne. Másrészt pedig ez lenne az első olyan dolog, az első és nagyon viszonylag rövid időn belül egy olyan lépés, amit ha megteszünk, akkor már elértünk valamit, mert nyilván területet venni és oda cégeket hívni, hát az azért jó néhány éves program. Tehát ezt nyilván felelősen nem ígérheti meg senki, hogyha októbertől ő lesz a polgármester és új testülete lesz, hogy mondjuk a jövő nyárra itt lesz egy olyan üzem, ahol 500 embert foglalkoztatnak. Ezt valószínűleg minden sümegi lakos érzi, hogy aki ilyeneket mondana, esetleg ez csak felelőtlenül ígérget. Mi az, amivel, de tényleg csak röviden rá lehet venni egy vállalkozás, hogy mondjuk itt hozzon létre egy új telephelyet? Én úgy érzem, hogy két dolog kell hozzá. Az első és talán a legfontosabb az az, hogy a városban, tehát nyilván elsősorban a város vezetése részéről érezzen egy együttműködési készséget, és így kialakul egy bizalom. Tehát egy vállalkozó, hogyha egy új helyre költözik, és ott adott esetben százmilliókat vagy milliárdokat fektet be, ő azért hosszú távon gondolkodik mindenképpen. Ehhez kell egy jó hangulat, és nyilván ehhez nem járul hozzá, hogyha mondjuk a sajtóban olyan dolgok jelennek meg, hogy nem tudom én például, mint a múltkor a Magyar Nemzetben, vagy a Blikkben azok a cikkek, hogy Sümeg ostromolja a saját várát. Tehát ezek egy olyan képet sugároznak Sümegről, ami hát egyáltalán nem segíti ezt a folyamatot. És nyilván lehet adni, és kell is adni különböző iparűzési adó kedvezményeket ezeknek a vállalkozóknak, amik megint csak arra serkentik őket, hogy itt települjenek le. Persze, nyilván ez nagyon összetett dolog, tehát Sümeg szempontjából például nagyon fontos dolog lenne a 8-as út fejlesztése, ezt is nagyon sokszor elmondtam már, és elmondtuk, tulajdonképpen ez folyik, bár az, hogy éppen ez az osztrák határ és Jánosháza közötti szakasz mikor lesz olyan állapotban, hogy valóban szinte autópályaként vagy autóútként fog működni, azért ugye az kérdéses, tehát ez nem várható az elkövetkező egy-két évben.
De minden esetre logisztikai szempontból ez is sokat jelentene, hiszen látjuk, hogy az ilyen főközlekedési utak mentén könnyebb az iparfejlesztés, könnyebben települnek oda a vállalkozások, de én úgy érzem, hogy anélkül is, és tudom is, hogy voltak is már megkeresések az elmúlt néhány évben is, olyan cégek részéről, akik mondjuk Jánosházán vagy Zalaegerszegen működtetnek összeszerelő csarnokokat, hogy Sümegre is hoznának ilyen csarnokot. Nem tudom, hogy miért nem jött össze, és sőt, én úgy tudom, hogy igazából komoly szintig el sem jutottak ezek a tárgyalások. Tehát a legfontosabb dolognak én azt érzem, hogy a városvezetés részéről egy olyan aktivitást legyen, hogy tényleg a vállalkozásokkal fölvenné a kapcsolatot. Erre nyilván létre kéne hozni erre is, akár egy néhány emberből álló külön stábot az önkormányzatnál, akik csak ezzel foglalkoznak, vagy döntően ezzel foglalkoznak, tehát egy olyan referensi rendszert, akik figyelik ezeket a lehetőségeket. Nyilván be kéne lépni különböző szövetségekbe, például az Ipari Parkok Szövetségének az egyik vezetője néhány hónappal ezelőtt már Sümegen járt, ővelük is felvettük már a kapcsolatot, tehát itt is nagyon sok olyan lehetőség van, erre is igaz az, hogy a lehetőségeink nagyon nagy részét nem használtuk ki eddig. Itt már tett utalást a csapatra, mikor lehet megismerni, kik azok a szemek, akiket a Fidesz támogat? Igen, a csapat az összeállt, és akár el is tudnám mondani most a neveket, de ezt engedje meg, hogy ne tegyem meg, hiszen lesz nem sokára egy sajtótájékoztató, ahol bejelentem a jelöltek személyét. Hát előjáróban annyi, hogy ez egy Fidesz-KDNP, illetve egy másik körből a vállalkozók, mondhatjuk így a vállalkozók és a különböző polgári civil összefogások köréből kikerülő vegyes csapat, a fele innen, a fele pedig onnan van. Én úgy érzem, hogy ez az együttműködés megint egyrészt egy jelzés a városnak, hogy szakítva a 4 évvel ezelőtti állapotokkal, meg a még korábbiakkal, meg hát persze a mostaniakkal is, amikor azért voltak problémák, a sümegi városvezetés, a mindenkori városvezetés és a vállalkozók között, hogy most ez a viszony azért nagyon jó úton halad a felé, hogy helyreálljon, mert ez is nagyon fontos különben, tehát azokkal a vállalkozókkal egy olyan bizalmi viszonyt és egy olyan rendszert kiépíteni itt a városban, akik eddig is azért sokat tettek a városért, és még ennél is többet tehetnek, hiszen azért a különböző civil kezdeményezések mögött jó, hogyha egy erős vállalkozói réteg áll, meg hát az egész városnak jó, hogyha egy erős vállalkozói réteg található itt, mert csak így érhetjük el, hogy Sümeg valóban egy élhető és fejlődő város legyen. Hát akkor jövő csütörtökön már be tudjuk adásunkba mutatni őket. Igen, ezt meg tudom ígérni, hogy egy sajtótájékoztatón, ahova nyilván önöket is meghívjuk, be fogom mutatni a jelölteket. Köszönjük szépen! Én is köszönöm!